Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Gyakorlatilag, ahogy a felirat is mutatja, hogy X monáddal fogunk foglalkozni, és kikerült a magyar ács felirat. Azaz most már az én saját konfigurációmról fogunk beszélgetni, azt szeretném bemutatni, de előtte pár gondolatot szeretnék megosztani. Ez a saját konfigurációm, azaz gyakorlatilag tippeket, trükköket, gondolatokat szeretnék megosztani, azaz azokra fogok csak rámutatni, amik ahhoz szükségesek, hogy megértsétek, de természetesen mindenkinek saját magának kell a saját konfigurációjába beépíteni, azaz inkább arra térek ki, hogy milyen lehetőségek vannak, és nem arra, hogyan kell valamit elkészíteni a te konfigurációdba, hiszen az biztosan el fog térni az enyémtől. Ezek a gondolatok nyilvánvalóan már haladóknak, középhaladóknak való, hiszen kezdőnek nem elég, hogy rámutatok, hogy van ilyen, hanem hát önnek az lenne jó, hogyha valaki bele is rakná az ő konfigurációjába, ilyenre természetesen nincs lehetőség, mivel hogy haladó felületek az X-monád és az egyéb ablakkezelők nagyon magas fokú öntevékenységre van ott szükség. Azaz lényeg számunkra, hogy ezek inkább csak tippek, trükkök, így felvillantok ezt, azt elmondom, hogy erre is van lehetőség, utána az X-monád oldalán utána kell olvasni. Megkérdezhetitek, és joggal megkérdezhetitek, hogy én állandóan azt mondom, hogy magyar árcs, és az én konfigurációm más. Miért más? Ennek egyszerű oka van, amikor Xeon CPU elkezdte az X-monádot fejleszteni, beállogatni, akkor nem volt benne az a lehetőség, hogy a Tint 2-es panelomat rendesen megjelenítesse, azaz amikor indult az X-monád fejlesztése, mármint a konfiguráció fejlesztése, akkor én egy másik konfigurációs fajt kerestem az interneten, és utána már természetesen nem álltam vissza az ő konfigurációs állományára, hiszen az enyémet már úgy fejleszthetem, abba az irányba rakosgattam össze, ami nekem kellett. Azaz a kettő között csak ennyi a különbség. Elméletileg gyakorlatilag rengeteg eltérést fogunk felfedezni, akár elméleti, akár gyakorlati megvalósítás között. Lényeg az számunkra nem az a lényeg, hogy magyar ácsot vagy ABCDF konfigurációs fájlt használ, hanem az a lényeg, hogy neked megfelelőre állíts be, azaz nagyon jól lehet építkezni a magyar ácsra is, de hogyha neked nem felel meg, mert esetleg nem polibárt, vagy az ő saját bárját használod, és más szeretnél használni, vagy olyan funkciók nincsenek bent, ami neked kell, és találtál az interneten egy olyan konfigurációs fájlt, ami neked jobban megfelel, akkor egyszerűen lecseréled az X-monád HS-t, és utána működni fog. Arra azért nagyon figyeljél, hogy nem mindegyikben van alapból beépítve a szervermód, és gondjaid lehetnek az irányítással, hogyha nincs szervermódod, és mégis az SXHKD-t szeretnéd használni. Maga a szervermód beépítése nem egy nagy vasszizdasz, tehát nagyon egyszerű, megnézed Xeon CPU-nak a magyar árcson lévő videóját, elolvasod a cikkemet, a kettőt összevetve, és esetleg még egyéb forrást összevetve bizony villámgyorsan meg lehet tenni, inkább precizitás kérdése, mint tudás kérdése a szervermód beállítása. És többször kérdeztétek, bár én mindig emlegeltem, hogy minden felület egyforma, és én akkor váltok, hogyha valami nekem jobban tetszik, hogy miért váltottam, hiszen tudjátok azt, hogy az i3-as volt a kedvencem, BSPV volt a kedvencem, meg mindenfélét használtam. Azért váltottam, és azért helyezem ebben a pillanatban, azaz a mai nap, előtérbe a X-monádot, mert sokkal-sokkal több mindent tud, mint az előzőek, és azt tudja, mint az előzőek. Azaz megvan az én kedvenc beállítási lehetőségem, hogy füles megoldások legyenek, megvan a teljes és mindenre kiterjedő ablakbeállítás, jó, nem egyszerű, tehát senki nem mondja azt, hogy egy ablakbeállítás, tehát hol jelenjen meg a lebegő ablak, az olyan kisújból kirázható dolog, tehát maradjunk annyiban, hogy azért kell rajta barkácsolni és időt beletenni, de én úgy gondolom, hogy hát ez nagyon jó. A másik, hogy BSPV-t teljes mértékben szimulálja, tehát azok az ablak elrendezések, amit a BSPVM-nél én megszoktam, azok teljesen rendelkezésre állnak, meg még jó sok.
Így bizony kényelmesé, egyszerűbbé vált számomra az, hogy van egy i3-as a gépen, múltkor láttátok, hiszen az alatt futtattam a QEMU-n a Magyar Árcsnak az X-Munános verzióját, és természetesen a i3-as mellett ott van az X-Munádom, azaz el-vissza tudok váltani, hogyha éppen olyasmi van. Hozzá kell tenni, az X-Monad beállítása nem 2 perc, tehát nehogy azt gondoljátok, hogy feltoltok egy rendszert, ami X-Monadra alapul, és akkor mindenben lesz állítva, akár a magyar ácsos, akár egyéb konfigurációs fáj használata, hiszen gyakorlatilag az X-Monadnak a konfigurációs fáj adja azt, hogy hogyan nézzen ki, mit csináljon, milyen billentyű kombinációk, egyebek legyenek, azon biztosan 101%-os biztonsággal állítható, hogy faragni kell, állogatni kell, és azért ehhez, bár az előző videók és a magyar ácsos videók egy kis támasztékot annak, meg hát azért vannak leírások is, meg van Reddit csatorna, egyebek, na hát maradjunk annyiba, hogy azért hát macerás, meg oda kell figyelni, és van, amikor 1-2 hónap után derül ki, hogy még itt kellene egy picit állítani, mert az ablak nem ugyanúgy jelenik meg. Azaz a váltásomnak egyetlen oka van, ez most jobban tetszik, bár a többi is pontosan ugyanilyen jó, tehát nehogy valaki azt higgye, hogy most az i3-nak valami problémája van, vagy a BSPVM-nek valami problémája van, amit felfedeztem, aztán amiatt váltottam, nem. Csak kipróbáltam, megtetszett, elkezdtem faragni rajta, és működik. Oké, ennyi a felvezetés, nézzük is meg a konfigurációs fájlokat, azaz azt az egy darab fájt, ami az egészet vezérli, és nyilvánvalóan már tudjuk, hogy abba kell keresgélni a dolgokat, abba kell a beállításokat megtenni. Ahogy első pillanatban fel fog nektek tűnni, én nem a Polybart használom, én nem a saját bárt használom, tehát gyakorlatilag ebben már alapvetően eltér az én irányom, természetesen a magyarásnak a saját gondolatától, nyilvánvalóan a bár, tehát ennek a csiknak a használata, teljesen mindegy, hogy te melyiket használod, azt használd, amit be tudsz állítani, és tetszik neked. Én azt vettem észre, hogy dzsihád-szerű, hisztériás rohamokat kapnak fórumokon emberek, hogy a másik mit használ. Teljesen mindegy nekem, hogy más mit használ, és őnek is teljesen mindegy kellene lenni, hogy én mit használok, hiszen gyakorlatilag azt a bárt használja valaki, ami neki megfelel, nincs olyan, hogy jobb, rosszabb. Ha nekem nem felel meg egy jobbnak tartott bár, akkor sem fogok én arra átteérni, mert ez számomra kényelmes. Ahogy lehet látni, és emlegettem a múlt részben, én nagyon-nagyon egyszerű asztal elnevezéseket adtam, az asztal elnevezése az asztal számának felel meg, azaz 1, 2, 3, 4, 5. A Tint 2-esen is simán ki tudom jeleztetni ezzel a konfigurációval az asztalokat, és ami nagyon kényelmes és számomra nagyon hasznos, megfogok egy asztalon lévő, 2-es asztalon lévő akármit, ezt az ikonkát, mert kijelzi, tehát nem azt írja ki, csak hogy hát 1-es, 2-es, 3-as, 5-ös asztalon vagyok, és akkor át tudom húzni, megfogom, és át tudom tenni a 3-as asztalra, és bár ti nem látjátok, ma másik monitorra van áttéve a dolog, de például az itt lévő, most áthozom ide nektek, hogy lássátok, az 1-es asztalon lévő kis kijelzésemet átteszem a 2-es asztalra, 3-as a sikeredet, és ott fog megjelenni, látható, nem? Tehát itt gyakorlatilag a bárón tudom mozgatni billentyű kombinációk nélkül, az összes programot ide-oda és amoda helyezve, amit múltkor nem tudtam bemutatni, mivel az emulátor alatt egy darab monitort emuláltunk, most bemutatom, hogy miről szól a Windows Shift A S V gomb, azaz a asztalok áthelyezése a másik monitorra. Most látjátok, hogy ezen a monitoron van a felvevő program, megnyomom és átteszem a másik asztalra. Ti nem láttátok, de átment a másik monitorra, de ugyanúgy szépen ott is maradt. Azaz kényelmesen visszateszem, ugyan kijelölöm, és kényelmesen visszateszem ugyan erre az asztalomra, és akkor lehet látni, hogy ezen a monitoron jelent meg, majd áttolom, kijelölöm természetesen, és áttolom a másik monitorra.
kényelmesen beállítható abba a blokkba, illetve véleményem szerint az összesbe bent van. Megnyomom az Alt F2-t, itt Alt F2 az a parancs, ami máshol a magyar rácson a Windows, illetve hát modem F2-es parancsal indul el, billentyű kombinációval indul el a konfigurációs fájlok szerkesztése. Nyilván feltűnhet bárkinek, hogy ez egy egyveleg gyakorlatilag az i3 konfigot is, illetve az X-monádot is ezzel vezérlem, illetve ezzel szerkesztem. Nyilvánvalóan át lehet egy-egy ilyen scriptet írogatni, adconf néven keressétek, és a szerkezete egyszerű, ha nem egyszerű, akkor ránéztek a blogomra, és ott már írtam erről egy cikket, gyakorlatilag pofon egyszerű cucc. El is indítjuk, láthatóan levegő módba indul el, ezzel nyilvánvalóan csinálni kell valamit a megfelelő billentyű kombinációval, visszanyomtam a layoutba, és utána úgy fog működni, ahogy kell. Ahogy lehet látni, gyakorlatilag én is hasonlóképpen rakosgattam össze a importálandó dolgokat annyi különbséggel, hogy nekem az az elvem, vagy legalábbis én azt szoktam csinálni, hogy időnként fogom az egész import blokkot kijelölöm, amikor már úgy érzem, hogy minden beállítás, amit el szerettem volna érni, akkor kijelölöm az import sorokat, és egy F9 nyomásával szépen be névsorba állítom az egészet, és akkor névsor szerint tudom keresgélni, azaz megnézem a leírásba, hogy kell-e nekem a layout spacing nevű akármi, és akkor nem így kell keresgélni, hanem megyek névsor szerint, és névsorban ABC rendben meg fogom találni. Tehát nagyon egyszerű, ráadásul az X-monádnak volt annyi esze, hogy úgy adta meg a moduláris beállításokat, hogy van az import sor, na hát persze import sor, és utána az van, hogy X-monád mindegyik úgy indul, majdnem mindegyik úgy indul, hogy X-monád, és utána a ő kategóriája, tehát a layoutok, a hoxok, az utilitik, egyebek, és utána van egy egyedi név, és hát utána egyéb beállítások is vannak, azaz nagyon kényelmesen a layoutok egy helyre kerülnek egy névsorba, ABC rendbe való összerakása. A Meetup egyértelműen a fülecskés megoldásokhoz van, és azokat vezérli, annak a beállítását, színbeállítását vezérli. Látható egyéni színek megadhatóak. Látható, hogy én már elkezdtem feltölteni a scratchpadeket. Nagyon-nagyon kedvelem ezt a scratchpad megoldásokat. Látható is, meg még van 4-5 féle, amit elgondoltam, aztán bizony jó lenne, hogyha egyszer időt szakítanék rá és belerakosgatnám. Két dologra hívnám fel a figyelmet. A mai nap, tehát 2021. március 13-án jelent meg egy cikk, de egyébként máshol is megtalálható, egy pársoros scriptecskéről, ami azt fogja neked csinálni, hogy az X-Propot, ami egy jó hosszú kimenetet ad, tudjátok, amit ki fogja neked keresgélni a classnemet meg egyebet, jó hosszú kimenetet összezanzásítva, azt a 4-5 sort szépen kijelezve fogja neked megadni, azaz nem kell az egész hosszú kimenetbe keresgélni, hanem egyszerűen csak kimásolod a szűrt, nem egy nagy trükk természetesen, a szűrt kimenetből azt, amire szükséged van. Nem nagy dolog, de kényelmes. Amire fölhívnám a figyelmet, itt is természetesen, itt lehet látni, hogy az URXVT az a terminál, amivel a kalkurzét, az a naptáros programot elindítom, ott name, azaz nevet adtam neki, itt van lehetőség ilyesmire is, természetesen megoldható, hogy a name kalk lesz, és a értéke itt kalkként fogja keresni. Nagyon egyszerű. Amire mindenképp érdemes odafigyelni, hogy a billentyű kombinációk hosszan kiterjesztett dolgok, és van vagy 20-30-50, főleg, hogyha a billentyűről szeretnél indítani mindenféle programot, tehát felhasználó programot is szeretnél indítani, és nem csak a X-monádodat vezérelni, jó hosszú lesz. Annak a megjegyzése, hát nem egyszerű. Főleg annak, aki nem így szokta meg.
annak könnyű, aki régebben is mondjuk akármilyen programot, az Inkscape-et billentyű kombinációval indított, mert az neki kényelmes és nem ikonokról indította, azok hát bizony kényelmesebb, de aki ilyet még nem csinált, és nem ez volt a megszokott metódusa, ennek akkor hát bizony jó lenne, hogyha ő neki valami sugolja lenne. SXHKD-hoz a magyar ács ad egy ilyen kis sugószerűséget, tehát egy program elindításával kilistázza a programokat, illetve a gyors billentyűt, ha oda helyezed el. De hogyha azt csinálod, ahogy én, hogy a Xmonad saját beállító fájlába rakosgatod bele, akkor erre nincs lehetőséged, és hát belekeveredhetsz. Én azt az egyszerű dolgot találtam ki, hogy csinálok egy billentyű kombináció PNG-t, azaz nagyon egyszerűen össze van írva nekem a billentyű kombinációim egy dokumentumba, azt átkonvertáltam a BNG-be, aztán megadtam a FEH nevű kép megjelenítő, általában háttérkép megjelenítésre szokták használni, kép megjelenítőnek, és akkor megadtam neki, hogy hol jelenjen meg. Nagyon-nagyon kényelmes, és hát nyilvánvalóan a scriptet, egy soros parancsot szépen meghívja, és aztán meg fog jelenni. Nézzük is meg, hogy ennek mi a billentyű parancsa, hol található meg a billentyű parancs nálam, hát a kéjek között található meg, és a helpet szeretnénk meghívni, ami a mode 1 mask, az magyarul az alt gombot fogja jelenteni, és az F3-as billentyű kombinációval előugrik egy ilyen kis leíráska, ami számunkra nagyon kényelmes, igaz? Tehát ez egy jó ötlet, próbálkozzatok meg valami ilyesmit hát végrehajtani, és megcsinálni, összeállítani azzal az egyszerű rációval, hogy a franc se fogja fejbe tartani az összes billentyű kombinációt, ami még ismeretlen. Nyilvánvalóan nem olyanokkal van gond, hogy Alt-E, mert nekem ez az Alt gombokhoz van rendelve, Alt-E az az Inkscape, meg az Alt-S az a monitor felvevő program, tehát az SSR, tehát nem ezekkel van gond, de hogyha egy kicsit mélyebben többet, meg elfogynak a logikus gombok, akkor természetesen érdemes valami sugot csinálni, nyilvánvalóan láthatóan szépen beállítható, azaz itt is észre lehet venni, hogy nem csak egyfajta méret, illetve egyfajta lokációt tudsz használni, hanem bármilyen olyan lokációt tudsz használni, ami hát, hogy is mondjam, pontosítható, beállítható, és ott fog megjelenni, ahol kell. Nem muszáj 5 programhoz 5-félét használni. Egyféle kép megjelenítés, egyforma lokációját, beállítását, dimenzióját egy ablaknak megadhatod, de maradjunk annyiba, hogy hát azért van ez, mert igazából kényelmes, és van rá lehetőség. A Mila jutónkba 2 dolgot szeretnék bemutatni, természetesen a tabed fülecskés megoldásoknál nem csak az a lehetőség van, hogy itt fönn jelenjen meg a fülecskék, hanem természetesen van jobb, bal, illetve alsó megjelenítés, mely egy csomó egyéb beállítás, én a tabet bottom, azaz alsó beállítást is, hogy ezek a fülek ide lekerüljenek, azt is használom. Még egy olyan dologra szeretnék rámutatni, ami nagyon-nagyon kényelmes és bizony sok embernek jó dolog lehet, aki a BSPVM-ről jött, hogy van BSPV emulátor szerűségé, nem emulátor, hanem azt a berendezést, azt az ablak elrendezést ő elkészíti neked, amit ott megszoktál, és nagyon jól, majdnem olyan jól, mint a natív BSPVM-nél be tudod állogatni a gyors billentyűt, mit, hol, hogyan felezzen, és hogyan jelenítsen meg, és ugyanúgy tudod vezérelni. Azaz, hogyha te neked BSPVM volt az előző, és megszeretted, de azért át szeretnél térni az Xmonadra, természetesen megteheted azt, hogy ezt a modult beimportálod, elolvasod a leírást, rájössz arra, hogy hát bizony ugyanazokat a parancsokat, vagy hát hasonló parancsokkal tudod ezt is vezérelni a BSPVM megjelenítési léjutot, akkor természetesen nem lesz neked különösebb gondod. Azt is észrevehetitek, hogy míg a magyar ács egy sorban írta föl ezeket egymás után, én ezt a függőleges megjelenítést kedvelem, gancegál, ugyanaz,
előfordulhat, hogy egy megjelenítés nem vezére lehető azonnal gyors billentyűvel, tehát körbe kell menni Alt-tabbal, illetve Windows-tabbal, kinek hogyan van beállítva. Tehát így körbe kell léptetgetni, amíg eljutsz odáig, ami éppen neked kell. Látjátok, éppen az alul megjelenő fülecskéig jutottunk el. Az nem biztos, hogy azonnal megoldható, hogy konkrét gyors billentyűt használj hozzá. A named, tehát névmegadás, ez egy modul, amit be kell importálni, és akkor a named, az MPT-BSP, tehát a BSP-VM megjelenítési formának az egyik alapbeállítását használom, annak adunk egy BSP nevet, adhatsz akármilyen nevet természetesen, és akkor erre a beállításra már így fogunk tudni hivatkozni, amit természetesen meg is mutatok, hiszen semmi titok nincs. Ahogy láttátok, a magyarásba a beállításoknál bizony itt megvan adva a név, de ez a név nem biztos és nem mindig egyértelműen jól működött nálam, tehát az én beállításaimnál ez nem működött valami miatt, ezért kaptak mind a kettő, ami nem úgy működött, ahogy kellett, illetve többször használtam, hát itt lehet látni, hogy ezek nálam nem igazán működtek, kaptak egy nevet, és akkor a név szerint fogok rá hivatkozni. Ennyi, nagyon egyszerű, az U és a Z gomb lenyomásával tudod odaugorni. Tehát, hogyha véletlenül valamelyik olyan asztalbeállítás, ami neked kell, tehát lájut, és arra nem hivatkozhatsz naturba, leolvasod beállítás szerint, akkor elnámedet lehet használni. Igen, tudom, hogy erre azt írták ki, hogy ez lejárt szavatosságú dolog, és már nem támogatott, meg egyéb másik fajta modult is lehet ehhez használni. Bevallom, ezt feltettem, működik, a másik modult ki sem próbáltam. A többi egyértelmű. A gondolat, hát látható, a mi event hookot, azt már ismeritek, workpace megadását ismeritek, 1-9 névvel fogom én jelölni, hogy itt nem mindenfajta ikon jelenjen meg, hanem az asztalnak a sorszáma, ami egyébként teljesen mindegy, hozzáteszem, hogy micsoda, lényeg számomra az, hogy itt szépen működik, nincs vele semmi probléma, és meg is jeleníti. A mi DF Float az egy megadott elrendezési mód, amire mindjárt ki fogok térni. Mindenki sejti, hogy ezek a beállítások egyértelműen jól működnek, és már ismert is számunkra, hiszen ezeket használtuk a magyarázsba. Igen ám, de én azt szeretném, hogy hát van teljes ablak lebegtetés, középen lebegtetés, ne törődj vele, tehát ilyen beállítási lehetőségek vannak, hogy do full float, hát az alapbeállítás, és do center float alapbeállítás, ez úgy működik, de igazából én szeretnék egy pluszot hozzátenni, egy plusz beállítás, arra is van lehetőség, van ilyen lehetőségünk arra, hogy megadjunk, hozzácsatoljunk a ablak megadásához, ablak elhelyezésének, kinézetének a megadásához egy plusz stringet, egy jelzést, hogy igen, a Suple 3-as, emlékeztek az elején, amikor oda megjelent középet a megfelelő helyen, WordPress 2-esen jelenjen meg, hogyha egy Suple 3-ast elindítok, és hát, kapja meg a fókuszt, azaz ugorj már oda, aztán látni akarom, és ebben a méretben, nem középet pont úgy, ahogy elgondolja a docenter float, hanem 1/6, 1/6 és 5/10, 5/10 méretben legyen szíves megjelenni. Nagyon-nagyon kényelmes. Azaz, a lebegő ablak megjelenítését be tudod ezzel állítani. Oké, én középre szoktam állogatni, de nyilvánvalóan akárhova is be tudsz állítani akármit. Mindjárt mutatok is rá egy példát, és keressük is meg, hogy mi az a példa, ami számunkra nagyon-nagyon-nagyon jó, konki, plusz konki megjelenítése, a mód 1 mask K, tehát ha KF1-jel fog megjelenni, Alt-F1-jel jelenik meg, és ide irányítottam át egy
óra megjelenítést, ami a konkival történik, maga konki mindenki által ismert dolog. Ez azért kényelmes, mert miután én ezt azt gondolom, hogy nem igazán kellene ebben a pillanatban, akkor el tudom tüntetni, ugyanazzal visszahozom, eltüntetem. Nagyon-nagyon kényelmes, ha nem közel ülök a géphez, és ezt már nem látom. Ennek a beállítása egyértelmű, de rá is tudunk nézni, nézzük is meg. Itt van, hogy konki, és látható 83 század, 4 század helyzetbe induljon ő el, 33 200 és 11 század méretbe jelenje meg. Nyilvánvalóan itt be lehet állítani ilyen százados, 200-os pontossággal is a beállítás, de látható nagy részben azért én inkább az egyes törteket szeretem. Nagyon kényelmes. Tehát nem csak arra van lehetőség, hogy középre betegyél valamit, mint a Do Center Float megoldásba ennél, hanem azért egy kicsit, hogyha barkácsolsz vele, akkor nagyon-nagyon szépen meg tudod adni. Amire érdemes figyelni, ha te több programot szeretnél így beállítani, és nekem megvan a lista, csak idő kéne, hogy összeállogassam, így beállítani, hogy itt jelenjen meg ezen az asztalon, és lebegőben, és ilyen méretben, akkor ennek a leírása, tehát ennek a meghatározása, ha egyforma helyre szeretnéd tenni, megadható így is, de megadható egy Mi DF Float, vagy akármilyen változóval, a változó itt meg van adva, és akkor ebbe a helyzetbe fog megjelenni, azaz nem kell beírni ezt az egész hosszú sort, hanem egyszerűen csak a változóra hivatkozol, ahogy lehet látni, éppen a kísérleti tesztelési fázis közepén vagyok, illetve hát már a beállításokat meg kéne csinálni, azért van ez a sor kikommentelve, mert ezzel próbálgattam, hogy ez valóban jól működik-e, természetesen mindegy változóra hivatkozva az egész ilyen hosszú sort lerövidítettük, egyszerűvé tettük. Itt is érdemes elgondolkodni azon, hogy nem 50 féle beállítást, 50 féle változót kellene létrehozni 2 mm-rel odébb lévő megjelenítésre, de igazából megteheted, csak utána nem fogsz eligazodni, bár ez sem kötelező, hiszen az egész sor lemásolgatása és kitöltése ennek a résznek nyilvánvalóan ugyanolyan egyszerű dolog, tehát nem muszáj gépelgetni. A másik, a magyar ácsos beállításnál is felhívtam arra a figyelmet mindenkinek, hogy hát bizony előfordulhatnak, hogy az előugró ablakok, egyéb ilyen beállításos ablakok, amik programnál előugranak, például, hogy mentsd le, vagy egyéb ilyen ablakoknak a beállítását kézzel sok esetben meg kell tenni, tehát az, hogy például a desktop Windows ablakra ne figyeljen, azt ne kezelje a dobloászt, tehát vannak olyan programok, amikor le akarsz valamit tölteni, akkor kidobja az ablakot, ha ilyen ablak van, akkor az lebegő legyen, ne egész, tehát ezeket a nüansznyi beállításokat meg kell tenni. Ez a megoldás is jó, amit az én eredeti konfigurációs állományom összeállítója használt, hogy megadod azt, hogy hát bizony do-shift legyen az ötös ablakra, aztán felsorolod itt, hogy melyik legyen a do-shift ötös asztalra, azt ebbe a sorba kéne beírni, így én ezt ki fogom ebből emelni. A gyors billentyű beállítás nálam minden itt történik meg. Nálam minden itt történik meg, az SXHKD-t csak akkor használom, amikor van olyan parancs, előfordul egy script, nem fut ebből normálisan, akkor abba rakom bele, de ilyesmi nem nagyon szokott előfordulni, azaz minden parancsot itt helyezek el, logikus számomra, logikus összerakásba, azaz ide írtam be a mód M, Q billentyűt, hogy kill, a mode shift Q kill all, az összeset csukja be, meg egyéb ilyen dolgokat, ami számomra fontos. Itt is be lehet állogatni azokat, amiket a magyar ács az SXHKD-ba alkotott meg. Itt nagyon egyszerű, a billentyű kombinációt megadott, erről már volt szó, modem plusz akármi plusz betű. Tehát ez nem egy agysebészet, és akkor beírod a mögéje azokat a parancsokat, amiket kell. Látható a sync all,
azaz a nyomd vissza a layoutba parancs, az nagyon egyszerűen nálam a mód U-hoz van téve, és megint a magyarásra hivatkozok, ami ott az SXHKD-ba volt, a shrink parancs az természetesen nálam itt történik meg, ennyi, illetve egy kicsit ezt lehet variálni egy másik beállítási lehetőséggel, hogyha így használod, akkor a fókuszáltat nyomja vissza, a shrink all mindent nyomi vissza, az összes levegőt vissza teszi azon az asztalon a megfelelő layoutba, és akkor már nem lesz ezzel gond. A többi parancs egyértelmű, utána kell olvasni, illetve arra kell törekedni, hogyha valami hiányzik, kellene, jó lenne így csinálni valamit, akkor utána nézel, azaz nem kell minden parancsot belegyömöszölni, minden gyors billentyűt belegyömöszölni a beállító fájba, hiszen akkor végtelen hosszú lesz. Nyilvánvalóan lehet itt látni, hogy vannak kikommenteltek, amiket már nem használok, illetve hát még nem szedtem ki. Amire nincs szükségünk, nem fogjuk használni soha többé, azt mindenképp érdemes kiszedegetni. Átlátszóságok. Na hát itt az indítási parancsok ugyanúgy működnek, csak más a terminológiája, mint az SXHKD-nak. Mode 1 mask, ez az alt. Én most a programokat az althoz rendeltem, de az egyéni preferencia, rendelheted akármihez. Természetesen hozzárendeltem, és utána mit kell beírni? Megvan a parancs billentyűzete, vesző. Na, eddig is az volt, és spavn, beállítás, dollárjel, és kettős idézőjelbe beírod a indítandó parancsot. Igazából nem okozhat senkinek semmi különösebb problémát. Miért nem okozhat senkinek különösebb problémát? Ma a scratchpadet is így adtuk meg, azzal a különbséggel, hogy nem a spavn és dollárjel parancsot használtuk, hanem ezt az egész hosszú dolgot. Azaz szépen be lehet ezeket írogatni, itt is érdemes követni azt az elgondolást, észrevehettétek nálam, hogy be van sorolva ABC sorrendbe, azaz kijelölöm a blokkot F9-el, a sub-3-asnál F9-el besorolja szépen névsorba, de ki kell előtte jelölni a blokkot, különben az egész fájlt besorozza a névsorba, hát az nem igazán lenne kényelmes. Amire kitértem múltkor, és mondtam, hogy hát bizony-bizony azt jó lenne, hogyha figyelnétek, odáig nincs probléma, amíg azt a billentyűt adod meg, hogy 1, meg 0, meg F11, meg E. De akkor, amikor már az A betűre, meg a hosszú ére, ére, őre kerül sor, akkor már ilyen fura névvel kell hivatkozni rá. Ez természetesen ennek a kódolása, hogy mi mit jelent, az nagyon egyszerű, az XEV parancssal el tudod indítani, és ott megnyomod az E betűt, és kírja, hogy ő neki hát mi a kódja, vagy felmész az Xmonad oldalára, ott pedig szépen valamelyik sugóba le van írva, hogy mit kell használni. A print, return egyebeket azért már tudjuk, ismerjük. Hát bizony, ennyire egyszerű a dolog, látható, megadható természetesen egy script is, és ahogy látható, komolyabb összetételeket is megadhatsz, persze oda kell figyelni, hogy azért az működjön is, illetve arra kell nagyon figyelni, hogy a gyors billentyűknél ezek a média gombok, amik sok helyen külön sorba vannak, illetve FN plusz F akármilyen gomb megnyomásával kerülnek elő, azoknak ilyen hosszú, fura nevük van, nyilvánvalóan az XLV ezt szépen ki fogja írni. Itt a nulla, az természetesen azt jelenti, illetve nem természetes, de egyértelműen azt jelenti, hogy nem a nullát kell megnyomni, és még egy módosító gombot, hanem a nulla azt jelenti, hogy nem kell módosító gombot megnyomni, azaz a módosító gombok lenyomása nélkül, ha megnyomom ezt a gombot, ami a billentyűzetemen egy hangosító vagy halkító dolog, akkor elindítja ezt a parancsot. Azt hiszem egyértelmű, hogy a nulla ide a módosító helyére berakott akármi,
ami azt jelenti, hogy bocsi, de ő rá nincs szükség. A következő blokk az már egy nagyon érdekes blokkocska, mert tesztkötések a szubrelis próbához, ez nekem ilyen suga, és még próbálgatom, illetve annak a helyét a gyors billentyűzet kezelésembe keresgélem. Ez egy olyan modul, amit be kell importálni, de nem egy nagy dolog, hiszen megkeresitek és beimportáljátok, és akkor megadod azt a blokkot, azt a listát, from list, tehát listából keresél, hogy megnyomom a mód M, azaz a Windows gombot és az F4-et, semmi nem történik, de ha utána látható N-et, P-t, Z-t vagy a space-t megnyomom, akkor ezek indulnak el, azaz meg tudod adni, hogy egy billentyű kombináció után megadott billentyűk indítsanak külön-külön programokat. Miért jó ez? Mert egy idő után az összes variáció a Windows gombhoz, az Alt gombhoz, az Alt Shifthez, meg egyébhez kezd elfogyni, és egy ilyen struktúrált megoldásokat lehet megtenni. Például nagyon logikus, struktúrált megoldás, hogyha mód akármilyen submap alá berakosgatjuk az összes fájkezelőt, vagy berakosgatjuk az összes böngészőnket, vagy az összes hangkezelőt, tehát utána már úgy csoportosítva tudjuk kezelni őket, kényelmes, bár sokaknak, hát azt mondom, hogy hát nem szükséges, vagy éppen idegen, ők másképp oldják meg, de nekem nagyon tetszik. Itt természetesen a két megszokott, tehát az ablakok, asztalok közötti mozgatása, meg asztalra való ugrás, illetve a monitorok közti váltást fogjuk megtenni, ismerős. Itt nincs igazából olyan blokk, ami számunkra fontos lenne, tehát más lenne, mint amit az elején a Magyar Ácsosnál megbeszéltük, a színeket ide írtam be, mert ez a két szín, az inaktív, illetve az aktív keretszín, az látható nálam piros, azt nem szoktam piszkálgatni. Itt van egy blokk, amit igazából én már nem nagyon használok, mert igazából nem ad annyit az életemhez, hogy érdemes lenne két vagy három fele szétosztogatni a dolgokat. Az alapbeállításban úgy működnek a gyors billentyűk, hogy mód egy, maszk, meg ilyen hosszú neveket kell adni. Van egy rövidített verziója, tehát van egy rövidített verziója ennek, hogyha beimportáljátok azt a modult, ami ezt vezérli, szerintem a legtöbben bent van, akkor már a Ctrl-M1 módosító 1-es, tehát az Alt-Space lenyomásával elindítja ezt, a módosító S-O, tehát Shift-O lenyomásával elindítja ezt, tehát itt gyakorlatilag rövidített beírogatások lehetnek, bevallom őszintén, először ezt szoktam meg, és utána találtam rá, kezdtem el ezt elemezgetni, és aztán rájöttem, hogy igazából ez, hogy M kötőjeles O, és utána a kettes lenyomásával induljon el valami, nem ad annyit, hogy pár gépelést meg spóreszoljak, de természetesen meg lehet így is rövidítve adni, egyértelmű. Azt használod, amit akarsz, számomra egyszerűbb egy ilyen blokkba, jó hosszú blokkba megadni a gyors billentyűt, mint itt is egy rövidített verzió, ott meg a hosszú teljes kiírásokat megadva, tehát azt használsz, amit akarsz, és az alján lehet látni, hogy a egérkezelésem pofon egyszerű, kettő darab gombhoz rendeltem, a 4-eshez, 5-eshez egérgombhoz rendeltem, egy fókusz föl, meg fókusz le, tehát a görgető mozgatásával, görgetésével tudok ablakot váltani, úgyhogy ha éppen fókusz szeretnék váltani. Na, körülbelül ennyi volt, amit el szerettem volna mondani, és mindenkinek azt javaslom, hogy nézze meg, szedjen össze ötleteket, és utána ne azt kövesse, hogy én hogyan állítottam be, hanem menjen fel a Xmonad oldalára, és nézem már körbe, milyen modulok vannak a modulok között, azért érdemes szelektálni, főleg az első időben, mert nagyon-nagyon vágykeltő az egész. Köszi szépen, mindenkinek jó beállogatást kívánok, sziasztok!